Minden nyáron Joseph Calleja tenor meghívja a világ legjobb opera és popzene énekeseit Máltára. A 36 éves tenor 16 éves korától énekel, és ma a világ legjobb operaházaiban lép föl. 2009-ben szervezte meg az első ilyen fesztivált Máltán. Nem ismerek semmilyen más olyan fesztivált, amely ezt a zenei keveréket mutatja be. A popzenét trójai lónak használom. Sokan jöttek el ma este, hogy Leona Lewis-t és Claudio Bailonit meghallgassák, és ezután következik a komoly zene. Természetesen a legnagyobb várakozás a brit X-faktor győztesét Leona Lewis övezte. Claudio Bailoni talán Olaszország egyik legismertebb hangja, a 60-as évek óta nagyon sikeres. Legismertebb dalait énekelte itt duettben. Sajnos tény, hogy a klasszikus zene eladása leszálló ágban van. Új utakat kell találnunk, hogy új közönséget tudjunk bevonzani, magyarázza a szervező énekes. Leona Lewis hihetetlen sikert aratott mezzoszoprán hangjával, amely 4 oktávot ível át. A 29 éves előadó 6 évesen döntötte el, hogy énekes lesz. Ez csodás. Fiatalabb koromban klasszikus zenét tanultam, és azóta is szeretem. Az opera és a tenor nagyon erőteljes. Csodálom őket, az erejüket, az állóképességüket. Szeretnék tanulni tőlük, mert ettől jobb énekes válhat belőlem is, véli az énekesnő. Meghívást kapott a máltai mezzoszoprán csodagyerek Federica Falcon is, hogy duettet énekeljen a szervező tenorral. A 11 éves kislány képviseli majd Máltát az idei junior Eurovíziós dalfesztiválon novemberben. Egy másik emelkedő csillag az opera világában, az szintén máltai Clare Gigó. 28 évesen már Európa több neves operaházában is fellépett. Most mégis volt egy kis lámpaláza a nagy közönség előtt tartott szabadtéri koncerten. Ez az első tapasztalatom ilyen nagy színpadon. Szabadtéren énekelni nagy kihívás a hangunk miatt. A zárt térben való éneklést tanultuk, de természetesen manapság sokoldalúnak kell lenni, meséli a művésznő. A velszi basszus bariton Bryn Terwill elkápráztatta a közönséget energikus előadásával. 25 évesen debütált a Cardiffi Operaházban. Nagyon korán elkezdtem énekelni, a szüleim támogattak benne. Nem volt egyszerű, tudjam, néhány osztálytársam viccelődött rajtam. Túltettem magam rajta. Amilyen tehetséget kapott az ember, azzal élnie kell, mondja az énekes. A nyári koncerten a szervező énekes mindent megtesz az opera népszerűsítése érdekében és az új tehetségek támogatásáért. Az Euronews helyszíni tudósítója szerint a Joseph Calleja koncert az egyik legfontosabb kulturális rendezvény Máltán. Mintegy 25 ezeren érkeztek ide, hogy hallhassák a tenort és vendégeit, ami igen fontos esemény a 450 ezres sziget életében.